Vége a kilakoltatási moratóriumnak, vagyis mától újra az utcára kerülhetnek azok, akiknek lakbér, rezsi vagy lakáshitel tartozásuk van. Az LMP-nél azt mondják, meg kellene hosszabbítani a határidőt. Az államtitkár szerint viszont a szintén mától átalakuló szociális rendszer megfelelő segítséget nyújt a rászorulóknak. Ne sírjál. Családja nyugtatta az asszonyt. A felvételek tavaly novemberben készültek. Egy héttel a kilakoltatási moratórium előtt került az utcára fiával és két árván maradt testvérével, mert nem tudta fizetni a rezsit és a lakbért. Összeomlottunk. Én is, és a gyerekek is. És én nem szeretném, hogy a gyerekek elkerüljenek tőlem, mert én egyben szeretném őket tartani. A Város Mindenkié csoport adatai szerint ma Magyarországon 2,5 millióan vannak Melindáékhoz hasonló helyzetben. Szintén a szervezet közölte, hogy csak önkormányzati lakásból évente körülbelül 600 kilakoltatást kezdeményeznek lakbér vagy rezsitartozás miatt. Kivéve a téli hónapokban, akkor ugyanis tilos a kilakoltatás. A moratórium február 28-án lejárt, vagyis mostantól újra kopogtathatnak a végrehajtók az adósok ajtaján. Ezen változtatna az LMP. Az ellenzéki párt szeretné, ha a kormány egy évvel meghosszabbítaná a moratóriumot. Ez alatt, az idő alatt dolgozza ki azt a programot a veszélyeztetettek bevonásával, ez egy fontos elem, ami tényleg segíteni fog a családoknak abba, hogy ne kerüljenek utcára. A szociális ügyekért felelős államtitkár híradónknak azt mondta, már most is minden segítség adott. Ha esetleg a lakás hátralék van, vagy a lakásfenntartással probléma, akkor települési támogatás segítséget jelenthet, illetve kötelező az önkormányzatnak a krízis esetben segítséget adni, hogyha rendkívüli élethelyzet vagy a létfenntartás veszélyeztető helyzet alakul ki. A települési támogatás, amiről az államtitkár beszél, szintén mostantól él. Március 1-től ugyanis megváltozott a segélyezési rendszer. Az állam az önkormányzatokra bízta, hogy kinek mennyi támogatást adnak. Az MSZP szerint 1 millió szegény ember fekete vasárnapja a mai. Itt már nem lehet szociális biztonságról beszélni, legfeljebb az önkormányzatok oldaláról emberségről lehet beszélni. Azok a települések, akiknek van még valamennyi forrásuk, azok emberségből még tudnak valamilyen ellátást biztosítani az ott élő emberek számára. A Fidesz közleményben úgy reagált, az átalakított szociális rendszer biztosítja, hogy valóban csak a rászorulók kapjanak támogatást. Megszűnik az ugyanazon a jogcímen folyósítandó többszöri támogatás, és minden településen a helyi sajátosságokhoz igazítják a szociális rendszert.